Október hónap alátás hónapja is, elindult egy kampány. Közkedvelt mondás ez, hogy vigyázzunk, mint a szemünk fényére. Hogy kapcsolódik Fejér Anikó látszerész és az ő csapata látás hónapja kampányhoz? A látás hónapja az egy országos kampány, amit több éve rendez már meg a Látszerész Szövetség. Több optikai üzlet vesz részt ebben a kampányban országszerte. Mi is bekapcsolódtunk ebbe, mert fontosnak tartjuk, hogy képviseljük azt, hogy fontos az embereknek a látását is ellenőrizni évente, foglalkozni vele, hogyha szükséges szemüveget tudjanak viselni az emberek. Fontos a látásnak az ellenőrzése, és emiatt mi is fontosnak tartjuk azt, hogy minél több ember térjen be hozzánk. A látás hónapja keretében, amikor lehetőség van egy ingyenes látás ellenőrzésre, szaktanácsadásra és a meglévő szemüvegeknek az ellenőrzésére, hogy az még pontos, hogy használható, jó még, vagy esetleg módosítani kell a dioptrián. Olyanok is jönnek hozzátok, akiknek még nem volt szemüvegjük, illetve kontaktlencséjük, és nekik is tudtok tanácsot adni? Igen, őnekik is tudunk tanácsot adni, nagyon sokan jönnek, egyre több a panasz ugye sok közeli tevékenység miatt, meg a sok digitális felületnek a használata miatt egyre több panasztal érkező fiatal van a szemüvegeseknek, az új szemüvegeseknek a táborában. Őnekik is tudunk segíteni, szakmai tanáccsal, szemüveggel, kontaktlencse viseléssel, bármi, amivel segíteni tudjuk a látás élményüket. Melyik közkedveltebb manapság, a szemüveg, vagy pedig a kontaktlencse? Szerencsére most már nem ciki a szemüveg, szerintem most már egyre elfogadottabb, hogy egyre több embernek van szemüvege, de még mindig a szemüvegen van a hangsúly. A kontaktlencse viselés is egyre elterjedtebb, de első körben mindenképp a szemüvegviselés az, ami fontos, mert a kontaktlencse viselés mellett is kell, hogy legyen valakinek szemüvege, mert hogyha bármiféle betegség, nátha, vagy bármi ilyen felső légúti probléma van, akkor nem lehet kontaktlencsét viselni, úgyhogy mind a kettőt kell viselni annak is, aki kontaktlencsézik, vagy aki szemüveges, annak is jó, hogyha van kontaktlencséje. Ha valaki ide betér hozzátok, tanácsot kérni, illetve vizsgálatot kér, mi az, amit ti tudtok nyújtani neki, milyen szolgáltatás? Hát mi teljes körűen ugye tudunk egy szemvizsgálatot végezni, ami alatt azt értem, hogy ugye a látás élességet nézzük mi meg, a szemfenéket, meg a szemnek a belsőbb zugaival mi nem foglalkozunk, mert az teljesen orvosi tevékenység. Mi a látás élességet ellenőrizzük, és ez alapján tudunk adni olyan szemüvegeket, aki különféle típusú lencséket tudunk ajánlani, annak megfelelően, hogy ki milyen tevékenységhez használja a szemüvegét. Hát akkor bárki jöhet, akkor nem kell hozzá orvosi utasítás erre, hogy bejön valaki ide. Bárki jöhet, mindenkit nagy szeretettel várunk.